tulipánnál változott királyfi. Volt egyszer egy király, annak volt egy fia. Azt mondja egyszer a fiú az apjának. Édesapám, én most elmegyek, és addig vissza nem jövök, míg meg nem találom a legszebb lányt a világon. Menj, édes mondta az apja, és jár szerencsével. Ment a királyfi, ment, mendegélt, útjába a sűrű erdőbe tévedt. Egy tüske bokorban varjú károgott kétségbe esetten, sehogy sem szabadulhatott a sűrű tüskés ágak közül. Jószívű volt a királyfi, kiszabadította a varjut, s az meg így szólt hozzá. Húzd ki egy tollat a szárnyamból, s ha valaha bajba kerülsz, röppensd a levegőbe a tollat, nyomban ott leszek és segítek rajtad. A királyfi eltette a varjutollat, és ment tovább. Most országútra tért. Egyszer csak látja ám, hogy halacska vergődik az egyik kiszáradt keréknyomban. A királyfi megszánta a halacskát, evitte a tóhoz, s bedobta. Az meg így szólt hozzá. Vegyél a hátamról egy pikkelyt, s ha valaha bajba kerülsz, dob vízbe a pikkelyt, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. Ezután meg egy öreg embert látott meg a királyfi szomjas volt az öreg, meg éhes is. A királyfi jó szívvel megitatta, megetette, az pedig így szólt hozzá. Tép ki két hajszálamat, s ha valaha bajba kerülsz, ereszt szélnek, nyomban ott leszek és segítek rajtad. Ment tovább a királyfi, harmadnapra egy falu határába ért. A falusiaktól meghallotta, hogy lakik itt egy öreg király. Van annak egy világszép leánya, de ha azt valaki feleségül akarja venni, a kérőnek háromszor úgy el kell bújnia, hogy a királylány ne találja meg. No, ezt én megpróbálom, gondolta a királyfi. El is ment a király kisasszonyhoz, feleségül is kérte, azt pedig megmondta neki, hogy bújjon el háromszor, ha egyszer is el tud bújni úgy, hogy ő nem találja meg, hát a felesége lesz. No, a királyfi levegőbe dobta a varjú tollat. Jöttek is a varjak seregestül, fölvitték egy magas hegy tetejére, de a királylány egyenesen odament, meg is találta, és ki is nevette a királyfit. Másnap a tóba dobta a pikkelyt. A partra úszott egy hatalmas hal, annak a hasában bújt el a királyfi. De jött ám a királylány, merítőhálóval kifogta a halat, meg a királyfit, és még ki is nevette. Harmad napra szélnek keresztette a két hajszálat. Jött az öregember, megcirogatta a királyfit, az nyomban tulipánná változott, és az öregember a kalapja mellé tűzte. Kereste a királylányak kérőjét, de hiába kereste. Estére ki is hirdette, hogy ő bizony nem találja. Akkor a szépséges lány elé állt az öregember, a kezébe adta a piros tulipánt. A szép lány meg is csókolta a virágot, és nyomban újra királyfi Te az enyém, én a tiéd – mondta a királylány, s mindjárt meg is tartották a lakodalmat. A királyfi így hát megtalálta, haza is vitte a falujába a világ legszebb lányát.